A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Mátészalkai fiúktelepét érintő beruházás a meglévő épületrészek felújításával, átépítésével, a főbejárat nyitott gyalogos forgalmú részének beépítésével, valamint a megszűnő régi szülészetnőgyógyászati épülettömb helyén megépülő új, a hoteldiagnosztikai és belgyógyászati tömböt összekötő egyszintes szakrendelői épületrész megvalósulásával jön létre. A belgyógyászati tömb mindhárom szintjét felújítottuk. Ugyanúgy belgyógyászati funkcióra fogjuk használni ezt követően is. Fekvőbeteg belgyógyászati osztályunkat helyezzük el a második és a harmadik emeleten. Ami a legfontosabb szerintem a projekten belül a belgyógyászathoz kapcsolódóan az az, hogy a belgyógyászati tömb összeépül a hoteldiagnosztikai tömbbel, ezáltal egy fedett betegutat tudunk biztosítani a betegeink számára, akiket különböző konziliumi vizsgálatok illetve diagnosztikai vizsgálatokra viszünk. A fejlesztés eredményeként az egészségügyben dolgozók munkakörülményei javulnak, a megújuló gép-műszerpark újabb diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetését teszi lehetővé. Azt gondolom, hogy egy ilyen gyönyörűen felújított épületben az embereknek más az érzése, a komfort érzete, más körülmények között dolgoznak az orvosok is, úgyhogy egy infrastruktúrával bővül, de azt gondolom, hogy sokkal többet ez ad ez annál, mint hogy csak egy kubatúra, egy környezet lenne, egy épített környezet, és ennek függvényében azt gondolom, hogy az emberek életminősége, illetve életérzése sokkal jobb lesz. A kivitelezés két ütemben valósul meg, mely során építésre, eszközbeszerzésre és informatikai fejlesztésekre is sor kerül. Mátészalka város és a Mátészalkai kórház együtt fejlődik, együtt halad előre. Ezt mutatják a jelek, aminek én nagyon örülök. Ma már harmadik alkalommal álltam itt a kórházban, és ez tényleg eszméletlen nagy örömmel tölt el, hiszen első alkalommal az új műtőblokkot adtuk át, a következő alkalommal egy új épületnek az alapkövét helyeztük el, és nem telt el egy hónap, itt állunk az egyes belgyógyászati osztálynak a megújult épület komplexumában. A gépjármű és gyalogos forgalom, valamint a mentőforgalom elkülönül, az intézmény területén könnyen megközelíthető parkolót alakítanak ki. A beruházás várhatóan ez év végére valósul meg.